Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, hát kedves nézőink, mostanság egyfajta minden idők hangulatú beszélgetések jönnek sorban-sorban, és így van ez a sportban is, hiszen nem lehet vitás, hogy mai vendégem Kovács Csaba, magyar jégkorong, szurkolók, mindenki sütije, úgy tetszik, egy legenda. És a legendákról kell, hogy beszéljünk. Legenda vagy azért is, hiszen több mint 600 meccsen viselted a volánmeszt. Amikor hazaérkeztél, egy olyan csoda csatársorba kerültél be, mint Palkovics és a kis Csicsó mellé. Két fantasztikus átcsoportos VB szereplés. Egy csomó mindenről fogunk tudni beszélni. De először talán örülök, hogy itt vagy velünk. Üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Azt elfelejtettem mondani, de fontos, hogy most ugye Nemzeti Jégkorong Akadémia lett a kis Csicsor, az Ifja Bocskai Gábor Akadémia, és a sportigazgatóként ezt a fiatalokat gardírozni. Nekünk viszont azt kéne megtudnunk, hogy hogy indul egy ilyen fantasztikus sportpályafutás, hiszen azt tudjuk, hogy a tengeren túlon jártál iskolába, és érettségi után tértél haza, de hogy kerültél ki, erről meglehetősen keveset beszéltünk eddig. Hát ennek is van ugye fehérvári kötődése ennek a történetnek, az igazsághoz hozzátartozik, ugye Kovalcsik Péter nekem a kereszt apám, és ő ugye itt szerepelt Fehérváron, az ő edzője volt Kósa Ambrus, aki Amerikába telepedett le, és ott élt a családjával, és amikor én jöttem föl az utánpótlás ranglétráján, akkor rajta keresztül adódott lehetőség, hogy kikerüljek különböző táborokba nyáron Amerikába. Ott az egyik táboron jött oda hozzám egy edző, és ajánlott egy lehetőséget egy kanadai jégkorong akadémián, ami az egyik leghíresebb, nevesebb jégkorong akadémia, ez a Notre Dame Regina mellett helyezkedik el, és ajánlottak egy lehetőséget, hogy esetleg csatlakozzak ott a csapatukhoz, utánpótlás csapatukhoz, és akkor kaptam én még, akkor egy VHS kazettát kaptam, nem sok mindent tudtunk a helyről, de abban biztos voltam, hogy ha szintet akarok lépni, akkor egy ilyen lehetőséget nem lehet elutasítani, úgyhogy ezzel éltem. Itt a iskolába, hogy hazajöttem augusztusba, kijelentkeztem, és ott pedig felvételt nyertem, úgyhogy gimnázium második osztályában csatlakoztam ott a kanadai csapatához. Mi mindent lehetett megtanulni a sporták bölcsőjében, hiszen ez egy fantasztikus, egyrészt önállóságot mindenképpen, hiszen tinédzser fejjel, a másik oldalról pedig a sportban jószerivel, én azt gondolom, hogy minden onnét indult, tehát ezt nagyon is jól tudjuk. Hát én most is azt mondom, hogy majdnem mindent ennek a lehetőségnek köszönhetek, amit a sportban elértem. Önállóságot elsősorban, én azt gondolom, hogy ez emberileg is sokat hozzá tudott tenni a fejlődésemhez, illetve egy olyan világba csöppentem, ahol nem lehetett hátradőlni a komfortzónába, mert olyan nagy volt a verseny. Ez egy középiskola, itt 12 csapat volt abban az évben, ebben a 4 éves korosztályban, ami az akadémiához tartozott, vagy kollégiumhoz tartozott, és olyan verseny volt a játékosok között, hogy ez egy egészen új világot nyitott ki előttem. Ugye korábban itt azért a magyar jégkorongban a 90-es évek végén sajnos nem olyan volt az utánpótlás létszám, ezért kisebb volt a verseny. Nálunk is az volt a szokványos, hogy felsőbb korosztályoknál versenyeztünk. Még kikerültem, ott a saját korosztályomban is nagyon meg kellett küzdeni a pozíciókért, és ez nagyon jót tett, harciassá tett engem is. Úgyhogy mind jégkorongból, mind fiatal tinédzserként, 15 évesen távol a szülőktől vagy a családtól, sokat lehetett tanulni. Édesapád szorgalmazta nyilván, hiszen róla is kell, hogy szó essék, hiszen ő is a magyar jégkorong sport legendája. Igen, ő mindenben támogatott engem, de semmit nem erőltetett. Úgy éreztem, hogy ő támogat ebben, hogy ha én igazán akarom,
voltak feltételei, ami ugye az iskolához volt köthető, hogy milyen szinten kell végeznem az iskolát, illetve milyen eredményt kell elérjek ahhoz, hogy ilyen lehetőségekben támogatni tudjon, de valóban mindent megkaptam otthonról, a szüleim, édesanyukám, édesapukám mindenben támogatott. 2002-ben tértél haza, immáron, ha úgy tetszik, felnőtt fővel, fiatal felnőtt fővel, és megérkeztél a Volánhoz. Miért ide jöttél? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hát 2002-ben azért már kikristályosodott, hogy a magyar jégkorong sportnak hol lesznek a bázisai. Akkor nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a Fejér megyei jégkorong, ugye Dunaújváros, Fehérvár a legjobb években nagyon komoly csatákat vívott, és igazából igazsághoz hozzátartozik, amikor én nyáron elkezdtem edzeni a Volánnal, akkor én még nem volt biztos, hogy maradok, mert én úgy terveztem, hogy visszamegyek egy junior bajnokságba. És időközben nagyon jól éreztem magam. Nagyon motiváló volt az a közeg, amit tapasztalhattam, ugye akkor, ahogy említetted, Ocskai Gábor, Palkovics Krisztián, Kangyal Balázs, olyan meghatározó válogatott játékosok szerepeltek itt a klubban, ami nagyon motiváló közeg volt, illetve akkor Ján Jáskó volt a vezetőedző, is nagyon komolyan vette a felkészülést, és én úgy kerültem le, hogy Ocskai Gábor mondta, hogy a nyári felkészülésen, ha tudok, akkor csatlakozhatok. Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, úgyhogy így csatlakoztam a nyári munkához. És Jani Askónak pedig megtetszettem, én azt gondolom, mert ő szorgalmazta Ocskai Gábornál, hogy hát a fiatal játékost igazolják le, és akkor Gabi bácsi, emlékszem, itt a augusztus második, harmadik hetében kérdezte meg, hogy mi lenne, hogyha nem csak most ideglenesen lennék itt edzésen, hanem akár szerződést kínálna, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt, és főleg úgy, hogy tényleg olyan játékosokkal készülhettem 18 évesen együtt, válogatott meghatározó játékosaival, ami nagyon, nagyon motivált. És elindult felfelé a magyar jégkorongsport is. Én emlékszem rá, és akkor most kicsit jászberényezzünk, hogy amikor megjöttek az akkori szovjet játékosok a Jászberénybe, hát elmentünk Jászberénybe meccset nézni, hiszen kíváncsiak voltunk, mert addig, tehát ilyen Sadriv, Malcev, Jakusev, Petrov, Mihajlov, Harmlamov bűv körébe éltünk, nyilván persze azért a Greszkijéra se volt mindegy, de inkább láthattuk a svéd, csehszlovák és szovjet klasszisokat, mint az NHL legjobbjait, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen. És ehhez az időszakhoz kapcsolódik az, hogy egyszer csak megérkezett ide hozzánk ugyanaz. Tehát veletek, ha úgy tetszik, olyan kimagasló tehetségekkel, mint te magad, Palkovics Krisztián vagy Kis Csicsó. Ez egy nagyon izgalmas időszaka volt a jégkorongnak. Én azért mondhatom nagyon szerencsésnek magamat, hogy ugye a 75-ös korosztály az egy nagyon-nagyon jó korosztály volt, ugye Fehérváron is, illetve Dunaújvárosban is. Voltak ugye idősebb játékosok, rutinosak a válogatottban, akkor még Dobos Tamás volt, Kangyal Balázs, de a 75-ös korosztály volt a mag, és utána egy-egy fiatal korosztályonként egy-egy játékos tudott ehhez az erős maghoz hozzá csatlakozni, és ennek részese lehettem. Ez egy tényleg egy nagyon-nagyon jó időszak volt, és ami nagyon jó volt, hogy akkor jöttek be ugye a külföldi szakemberek, és ez a egy-két csapat nagyon-nagyon nyitott volt a tanulásra, tehát tényleg ittük a külföldi vezetőedzők minden szavát, próbáltunk fejlődni a magunk módján, akkor indult el ez a 2000-es években ez a jégkorong boom itt Fehérváron is. Így van, és ennek hatására azért a válogatott is elindult felfelé. Melyik volt az a válogatott szereplésed az első, amikor már szinte bizonyossá vált, hogy ez a csapat megérett arra, hogy szintet lépjen? Hát az, hogy ez a csapat megérett, az talán még az én első mérkőzésem előtt is már kristálytisztán látszott. Ugye a 2002-es világbajnokság pont itt Fehérváron volt, ahol egy mérkőzésen múlt gyakorlatilag már akkor az A csoportba jutás. Akkor érezhető volt, hogy ebben a csapatban nagyon sok van, és extra erőn felül nyújt. Utána az én első felnőtt válogatottságom az
2002-ben az új szezon 2002-es-3-as szezon első nemzetközi tornája volt. Angliában szerepeltünk, és én akkor tapasztaltam meg a felnőtt válogatottságnak a súlyát, vagy a minőségét, és hát ott a fehér oroszokkal játszottunk, talán a lettekkel, meg az angolokkal. Én ott éreztem, hogy ez a csapat, ez több lehet, mint egy átlagos, idézőjelben átlagos válogatott, mert extra tehetségek voltak benne. Nyilvánvaló, és hát meg is értett akkor arra, hogy ez így történjék. A kívülálló televízió néző azért látja a különbséget nyilván egy CB és egy A-csoportos világbajnokság között, de belülről mi az az óriási különbség, amiért érdemes dolgozni? Hát a részleteket mondanám. Mi ezt beszéltük a csapattal, különösen az első A-csoportos világbajnokság után, amikor a legnagyobb csapatokkal játszottunk, ugye ott Kanadával játszottunk, Szlovákiával, tényleg jó mérkőzéseket, és mi úgy éreztük belülről, hogy a részletekben sokkal jobbak ezek a nagy országok válogatottjai, és úgy éreztük, hogy szinte hiába teszünk meg mi mindent, mint hogyha egy kicsit más dimenzióba játszanának. Utána 2016-ban Szentpéterváron én azt gondolom, hogy egy icipicit már közelebb kerültünk az elithez, még továbbra is azért van hova fejlődjünk és tanulnivalónk, de azt jó volt látni, hogy mondjuk 2009 és 16 között egy picit jobban felvettük már a versenyt. Így van. Tehát Svájcról, illetve Szentpétervárról beszélünk egyéb iránt, a két A-csoportos VB. De jöjjünk haza. Mennyit változott a volán, hiszen azért 14 évig voltál köztünk, hiszen a Raktár utca nem változott, de nem is baj. Én azt mondom, hadd mondják, amit mondanak a pestiek, de a lényeg az, hogy a csapat legyen jó. Ugye Fehérvárra is megérkeztek a külföldi edzők, ez nyilván sokat segített, és ráadásul jó néhány külföldi játékos is arra érdemesek. Ez változtatott a felkészülés rendjén, illetve a tanulási folyamaton? Mindenféleképpen, ugye mind az edzőktől, mind a játékosoktól sokat tudtunk tanulni, és próbáltunk is sokat tanulni tőlük. Ez volt a következő lépés. Ugye itt Fehérváron, amikor én ide kerültem, akkor még az Interliga volt az a nemzetközi versenysorozat, ahol a csapat egy kicsit többet tudott kapni, mint a honi bajnokságban. Ocskai Gáborék ugye azért próbálták ezt a sorozatot menedzselni, meg folytatni a szlovénokkal, akik hasonló cipőben jártak, mint mi, vagy horvátokkal, hogy kicsi volt a hoki piac otthon, ezért az ország legjobbjai együtt versenyeztek. Ez nekünk egy nagyon jó felkészülés volt a világbajnokságra, mert sokkal több minőségi mérkőzést tudtunk játszani. Ugye, ahogy a folyamat ez haladt tovább, jött ez az osztrák lehetőség, ami meg egy egészen más szintet jelentett még az korábbi Interligához képest is. Az, hogy a játék lehetőségről beszéltél, de nyilván az is fontos, hogy a fiatalok azért megtapasztalták azt is, most már szép lassan, hogy milyen érzés hoki nemzeteknél tanulni, tehát gondolok itt elsősorban, hogy északra mennek Finnországba, Svédországba, illetve hát a tengeren túlra is. Ez egy fontos lépcső egy fiatal számára? Én nekem az a véleményem, hogy ez egy fontos lépcső lehet. Nagyon fontos ennek megtalálni a megfelelő idejét, illetve nagyon nem mindegy az, hogy a gyerekek mikor, milyen csapathoz kerülnek. Ugye voltak az én korosztályomnál kezdődött gyakorlatilag az, hogy megnyílt ez a világ előttünk, és egy-egy lehetőségbe így belekapaszkodhatott egy-egy magyar jégkorongos tehetség, de ebből én úgy érzem, hogy egy időben túlzó trend is lett, és mindenki ment mindenhova, még hogyha a kinti csapat minősége, vagy bajnokság minősége nem is volt tökéletes, vagy megfelelő, akár lehet, hogy gyengébb volt, mint az itthoni felkészülés. Az fontos, hogy ha valaki elit helyre tud menni, és kimagasló klubhoz kerül nagyon jó bajnokságba, akkor én mindig azt mondom, hogy támogassuk azokat a tehetségeket, akik ilyen helyre tudnak kerülni, mert abból sokat tudnak profitálni. Viszont, hogyha még nincs itt ideje, vagy a gyerek nincsen készen, vagy nem olyan helyre tud kerülni, akkor lehet itthon is nagyon komoly munkát végezni, nagyon sokat dolgozni, fejlődik azért a versenyzési lehetőség is, akkor nem feltétlenül kell erőltetni.
Nyilván ez nagyon fontos, amit mondasz, ugyanakkor térjünk egy kicsit vissza a pályafutásodra, hiszen ez rengeteg, tudjuk, hogy a Krisztián után a legtöbb gól és a legtöbb gólpassz is a nevedhez fűződik, legtöbb pont is a nevedhez fűződik. Van-e olyan pillanat, amit soha senkivel nem cserélnél el? Abból az időszakból, amikor ez a legendás trió, illetve a legendás csapat jégre lépett? Hát a bajnoki címek közül van azért pár emlékezetes. Hát az volt 10, igen. Akkor beszéljünk egyről, kettőről. Igen, a bajnoki címnél nálam, ami nagyon emlékezetes volt, az a 7 meccses széria a Dunaújváros ellen, amikor ugye a lockoutnak a játékos piac ugye bezárult Észak-Amerikába, mert sztrájkoltak, és Szuper Levente Dunaújvárosba volt, akkor 7 meccsig ment a döntő, ugye akkor ott szerepelt, akkor ott a 5. meccsen büntetőig mentünk, az utolsó meccsen 1-0-ra nyertünk hazai pályán, az egy nagyon emlékezetes döntő volt számomra. Többek között azért is, mert 3-1-es hátrányból tudtuk megfordítani azt a bajnoki döntőt, de ugyanilyen volt az első, amikor emlékszem, hogy még nem volt ez a sorozat, akkor kezdődött, ugye 2002-es-3-as szezonban, amikor itt az Országalmánál hömpölygött a tömeg a bajnoki cím ünneplése során, úgyhogy ezért sok emlékezetes pillanat volt, de a kontinentális kupa döntője, és amikor 3. helyet szereztünk. Ezek mind olyan meccsek voltak, ahol az említett Raktár utca hát a maximumon volt, úgyhogy nagyon-nagyon jó emlékek ezek. Bár országvilág tudja, leginkább persze sportkedvelők, de azért térjünk egy kicsit a becenevedre, hiszen egy ország sütije vagy, ha úgy tetszik. Igen, hát ez ugye az edzőtábor alatt, amikor én elkezdtem edzeni a felnőtt csapattal, akkor az volt a szokás, hogy új játékos jön, akkor sört kellett vinni általában a csapatnak, de akkor a Jani Áskó mondta, hogy ezt a sörözést ezt próbáljuk meg visszaszorítani, inkább az legyen, hogy egy-egy süteményt lehet hozni a mérkőzés vagy edzés után a csapatnak üdvözlésként vagy bemutatkozóként. És amikor én megkaptam a szerződést, akkor Szlovákiába mentünk egy felkészülési mérkőzésre, aminek elég jól sült el az én szempontomból, mert ugye bemutatkoztam a felnőtt csapatban, életem első felnőtt mérkőzése volt, nyertünk is, és jól ment a játék, ennek köszönhetően fölraktak az első sorba a Gáborhoz, meg a Palkovics Krisztiánhoz, és gólt lőttem, gólpasszt lőttem, és talán még egy ilyen verekedésszerű birkózásom is volt, tehát kaptam egy nagy kiállítást is, és akkor hazafele úton ugye az öregek hátul a hátsó sorban, a Csicsó, a Palkó, a Kangyal Balázs elkezdték mondani, hogy akkor én nekem hány alkalomra kell sütit hoznom. És ugye én az hokiöltözőbe nőttem föl édesapám révén, tiszteltem az öregeket, nekem nem egyszer elmondták, utána a következő héten én minden nap vittem sütit az öltözőbe, hogy ők azt mondták, hogy 5-6 alkalommal kell hozzak, akkor a következő 5-6 napig jöttek a sütis tálcák be, és akkor ennek köszönhetően ragadt rajtam, hogy akkor te süti leszel, úgyhogy innen az én nevem. Viszont egy csoda íve volt a pályafutásodnak. Ugye a két Interliga győzelemről nem is beszéltünk még, pedig én azt, ha már a nemzetközinél tartunk, és akkor ugye még nem volt EBL vagy Ice Liga, akkor azt miként éltétek meg? Hiszen azért az fontos a kitekintés, mert a világbajnokság az természetesen más, de a nemzetközi mérkőzés sorozatok azért megerősítést adnak. Hát ezek nagyon fontos fejlődési részei voltak a magyar jégkorongnak a véleményem szerint, mert ha csak a magyar bajnokságban versenyeztünk volna, ott is voltak éles mérkőzések, de nagyon sok volt az előre lefutott, amelyiken magabiztos győzelmet arattunk volna, vagy arattunk, mert ugye kettős terhelést kaptunk, játszottunk a magyar bajnokságban is, illetve az Interligában is. És ezek a mérkőzések voltak azok, amelyik minket elhelyeztek a nemzetközi térképen egy picit jobban, vagy mi is föl tudtuk mérni, hogy hol tartunk mondjuk egy szlovén válogatott játékosokkal szemben, több légióssal tudtunk találkozni, úgyhogy ennek nagyon nagy jelentőséget
könyvelek el, mert ezáltal mi nagyon sokat tudtunk fejlődni, és azért az érezhető volt, hogy amikor például a szlovénokkal Jesenicében játszottunk, akkor ott volt a szlovén válogatott magja, akkor igenis meggyűjt a bajunk velük, és sok esetben nem is tudtuk őket legyőzni, aztán jött egy-egy ilyen interliga győzelem, ami szakmailag számunkra egy nagy siker volt. Fontos kérdés, ugye az első soros szereplésed Palkovicsal, Ocskaival, Csicsóval, de melyek voltak azok a sorok, amelyek ma, ha visszatekintesz, sokat tettek azért, hogy legendaként tekintsenek rád, hiszen olyan sortársaid voltak nyilván a későbbiekben is, akik a világbajnokságokon, nemzetközi mérkőzéseken, hazai bajnokikon is eldőlt egy-egy mérkőzés. Hát véleményem szerint erről azért is fontos beszélni, mert ez egy csapatsport, tehát egyénileg ugye senki nem tudna sikerre vinni egy-egy klubot. Úgyhogy nyilván volt a Krisztiánnal meg a Gáborral az egy emlékezetes sor. Utána volt később Fekete Dániellel, illetve Nathan Marcel, egy kanadai légióssal, velük is nagyon szerettem játszani, illetve a Bartalis Isti, aki még most is játszik, vele is jól működött a játék kapcsolat. Fontos azt is megemlíteni, hogy ugye ez nem mindig csak gólokban tud az ember hozzátenni azért a győzelmekhez, tehát hogy én is mindig ott próbáltam meg segíteni, ahol tudtam, tehát ha ez egy blokk ütközés vagy védekezés, az is egy ugyanolyan fontos pozíció, és lehet, hogy valaki nem ért el annyi pontot, nem az első sorba szerepel, de attól még ugyanolyan fontos láncszeme volt ennek a gépezetnek. Ugye 14 esztendőt töltöttél itt, 14 utazással teli év, ezt gyakorta elmondtad. Hát én nagyon sokat utaztunk, ugye én egyénileg is, de csapatszinten is. Azért kilométerre nem panaszkodhattunk, ugye mi játszottunk egyrészt a magyar bajnokságba is, illetve az Interligába, és akkor utána következett az osztrák bajnokság, ahol hát most a meccsszámot pontosan nem tudom megmondani, de ott is 4-500 meccs környékén játszottam, ami azért megterhelő volt. Ugye egy időben volt ez a heti 3 meccses sorozat, amikor kett, péntek, vasárnap játszottunk. Volt, hogy Salzburgba is még a meccs napján utaztunk, csak a távolra mentünk el korábban, mert az volt financiálisan megengedhető a klub számára. Úgyhogy hát az osztrák autópályák, az autópályák menti éttermek, azok már fejből megvannak, hogy mihol helyezkedik el. Ez megterhelő volt, de nagyon szívesen tettük, mert egy olyan közegbe csöppentünk, ahol egészen más volt a jégkorong kultúra, meg a színvonal is. A nézőszámok is nagyon jók voltak, ugye a mai napig nagyon jók Ausztriában, és azért egy sportolót nagyon motivál. Egy ember fiának a csapatsportot űz, csodapillanatokat okoz a családalapítás is. Ugye az nyilvánvaló, hogy amikor valaki megházasodik, gyermeke születik, akkor más impulzusok érik. Igen, hát ugye én fiatalon 25 évesen lettem édesapa, rögtön bekezdtem Iker fiúkkal, Csabi és Bence, ugye most már 12 éves, ők is a jégpályán. És természetesen jégkorongolók. Ők is ez idejük jelentős részét a jégpályán töltik, de én nem erőltetem ezt, tehát ők nagyon szeretik, úgyhogy nem kell nagyon noszogatni őket, inkább egy picit afelé kell terelnem őket, hogy egy kicsit lépjenek vissza néha a hokitól, és az iskola irányába is ugyanilyen lelkesedéssel kacsingassanak. Úgyhogy ők fiatalon jöttek az én életembe, aminek nagyon örülök a mai napig, és részben azért is, mert kevésbé emlékeznek rá, de azért ők is részese voltak ennek a fehérvári pályafutásomnak, és a mai napig azért boldogan gondolok vissza, amikor itt a győztes mérkőzések után telt ház volt ugye a Raktár utcába, és a mérkőzés után úgymond egy ilyen szokást elültettünk, hogy azok a játékosok, akiknek vannak gyerekeik, körbeviszik a gyerekeket a szurkolók üdvözlésekor,
úgyhogy ők is volt, én volt, hogy még kisebbek voltak, két gyerekkel mentem körbe, és üdvözöltük a szurkolókat, erről nagyon jó képek is készültek Sós Attila által, úgyhogy ezek azért nagyon szép emlékek. Tehát otthonról hazajöttél tulajdonképpen így mindig, mérkőzésről mérkőzésre. Aztán 2016-ban egy döntés elé kerültél. Döntöttél a MAC, akkor már feljövőben volt, én azt gondolom, hogy jó helyre kerültél bizonyos értelemben. Tudtad, hogy nem lesz túlságosan hosszú ez a macos időszak? Én igazából ezügyben nem terveztem túlságosan hosszúra. Egy nagyon-nagyon nehéz nyaram volt, azt őszintén megmondom. Egy hosszú időt kértem Ocskai Gábortól, hogy hadd gondolkozzak azon, hogy merre tovább. Éreztem, hogy a sok utazás sokat vett ki belőlem, és éreztem, hogy talán itt lehet a váltás, de nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, mert a szívem az még azt mondta, hogy maradjak és csináljam, ameddig tudom. De közben azért már a gyerekeim is 8 évesek voltak. Az ő életükből elég sok napot elhokiztam, amikor nem találkoztam velük, úgyhogy a nap végén, amikor a mérlegre helyeztem a különböző tényezőket, akkor úgy döntöttem, hogy itt az ideje váltani. És én tudtam, hogy ez visszalépés lesz innentől kezdve, mert a Fehérvár azért azt gondolom, hogy egész más színvonalat képviselt. Ettől függetlenül szakmailag egy nagyon jó helyre kerültem, ugye a Majoros Gergő kezei alá, ahogy említetted, a MAC feljövőben volt, de azt is éreztem, hogy hiányzik már az, amit korábban a fehérvári csarnok nyújtott, vagy akár az osztrák bajnokság kihívást jelentett szakmailag. És ott sem terveztem igazán hosszabban. Volt egy érdekes momentum, amikor a bajnokság utolsó mérkőzése után megfordult a fejembe, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó. És onnantól kezdve pedig az motoszkáltál fejembe, hogy lehet, hogy ez megfordult a gondolataim között, és ezen el kell gondolkozzak. És akkor hoztam nyáron egy döntést, hogy befejezem. Viszonylag fiatalon lett volna még valószínűleg jó pár mérkőzés a lábamba, de úgy döntöttem, hogy itt az idő, akkor... Készültél a jövőre? Készültem a jövőre. Mind a családi vállalkozásban azért megpróbáltam részt venni, illetve itt még a Székesfehérvár éveim alatt is elindultam ugye a TFN sportvezetőként, hogy legyen végzettségem, úgyhogy a TFN sportmenedzserként tanultam. Korábban ugye egy kétnyelvű közgazdász iskolában, a Nemzetközi Üzleti Főiskolán tanultam, de úgy döntöttem, hogy 30 évesen belevágok még ebbe a sportvezetői tanulmányaimba a Testnevelési Egyetemen, és ezt nem bántam meg. És gondolom, hogy a család sem bánta, hogy egy kicsit többet látnak. Igen. Hát ugye a feleségem nagyon örült annak, amikor többet voltam otthon, aztán ugye ebben is őszintének kell legyünk. Ahogy a civil életem indult be, hát visszacsöppentem ugyanabba a folyamatba, hogy azért vannak periódusok, amikor nélkülözni kell a családnak, de nagyon jól működik ez nálunk szerencsére otthon, úgyhogy ezért nekik is külön hálás vagyok. Lesz még Kovács, akit láthatunk a jégen is. Reméljük. Én bízom benne. Ugyanakkor egy óriási váltás és egy nagyon-nagyon fontos pillanat Székesfehérvár életében, amikor alapból megalakult az Ocskai Akadémia. Az pedig egy szintlépés, hogy Nemzeti Jégkorong Akadémia lett belőle, és ez én azt mondom, hogy fontos az országnak, fontos a jégkorongsportnak, és természetesen fontos Székesfehérvárnak is. Amikor jött a felkérés, hogy szállj be, hiszen nyilvánvaló, hogy egy fiatal számára itt Fehérváron, aki jégkorongos hokis szeretne lenni, azért egy legenda irányításával sokkal nagyobb esélye van, és ezt a szülők is tudják nyilvánvaló, és ráadásul olyan szakmai munka folyik, ami a későbbiekben egyenes utat jelent adott esetben az első csapathoz, az pedig még jobb.
Milyen gondolatokkal láttatok neki a munkának? Hiszen Fekti Istvánnal és a többiekkel azt hiszem, hogy nagyon sokat tettetek azért, hogy ez az akadémia valóban megvalósulhasson. Igen, Fekti István keresett meg engem itt, amikor a pandémia indult, és otthoni karanténban volt mindenki gyakorlatilag 2020 áprilisában, akkor keresett meg, hogy lenne kedvem csatlakozni az ő stábjához. És korábban volt nekem lehetőségem, ugye Ocskai Gábor által szerepet vállalni, de akkor azt mondtam, hogy szeretnék a civil életembe kicsit a piacon tapasztalatokat gyűjteni, és úgy visszajönni a jégkorongba. Úgyhogy ez sikerült, és nagyon örültem, amikor Fekti István megkeresett. Éltem a lehetőséggel, és akkor elkezdtük a fejlődés útját keresni. Akkor jöttek be ugye a magyar sportba ezek az akadémiai, kiemelt akadémiai rendszerek, és úgy döntöttünk, hogy ez egy olyan lehetőség lehet a jégkorongban is, amire nekünk igenis mozdulnunk kell, és elkezdtük ennek a fejlődés vagy cím elnyerésének a lehetőségét vizsgálni. Szerencsére a jégkorong bekerült ezek közé a sportágak közé, és sikerrel jártunk. Ugye abban biztosak voltunk, hogy ha valaki, akkor Fehérvár érdemes erre a címre. Konkrétan mi lettünk a jégkorongban a módszertani központ, ami nyilván nagyon szép feladat, de nagyon nagy felelősség is. Úgyhogy megpróbálunk ennek a címnek a lehető legjobban megfelelni. Próbáljuk egyrészt a saját szakembereinket is képezni, illetve ő általuk ugye a gyerekeket. Megpróbáljuk az edzői stábot is odáig fejleszteni, hogy nemzetközi szinten is egy elismert stábunk legyen, és az ő tudásukkal felvértezni a meglévő szakembereinket, úgyhogy egy hosszú folyamat indult el. Bízunk benne, hogy ennek meg lesz az eredménye, de nagyon sok munkánk van még hátra, mert igenis meg kell tudni újulni a magyar jégkorongnak is, nem szabad hátradőlni és elkényelmesedni az elmúlt évek sikerei miatt. Ez egy óriási kihívás, hiszen az U8-tól a titánokig bezárólag, és majd később értelemszerűen, hiszen erre vágyik, gondolom minden töpörtyű, aki először korcsolyát húz, hogy egyszer majd a nagyok között is megmutathassa a tudását. Tehát ehhez kell mindennek előtt szakmai alázat, és nagyon sok szakmaiság és odafigyelés. Jó úton jártok? Én bízom benne, hogy jó úton járunk. Ugye két komoly szakember tudtunk a stábhoz meginvitálni, akik elfogadták és csatlakoztak hozzánk. Az egyik az Bartalis Balázs, aki ugye egy svéd bajnokcsapatnak az egyéni képességfejlesztő edzője. Azt gondoltuk, hogy ez önmagában elég jó referencia. Természetesen őt ismerjük korábbról is, ugye Istit játszik most a felnőtt csapatban, tehát neki is a Fehérvár kötődése az nagyon szoros, illetve Stefán Lundot tudtuk, mint mentoredző a stábban üdvözölni. Az ő eredményességét pedig hát nem tudjuk megkérdezni, szerintem nem is akarja senki. Ugye háromszoros svéd bajnok, svéd válogatott edző volt világbajnokságon, utánpótlás válogatottaknál is szerepelt. A svéd utánpótlás programnak az egyik alkotója vagy véleményezője, úgyhogy ő egy olyan tudással rendelkezik, ami nagyon sokat hozhat még itt nekünk. De ahogy korábban is mondtam, ez önmagában még nem elég a sikerhez, hanem nagyon sokat kell dolgozzunk a hétköznapokban. Hát lesz dolgotok bőven. Én sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm. És azt kívánom, hogy majd ifjabb Ocskai Gábor kis csicsó is elégedetten tekintsen le fentről ránk, rátok arra, hogy a fehérvári jégkorong oda tartozik, ahova mindig is vágyott az élvonalba, és ahol van jelenleg is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmünket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!